Köszönöm a szót, elnök úr. A ketteshez szeretnék hozzászólni, az 5-től 20-as ajánlási pontokig is szeretnék említeni néhány mondatban, és a 31-eshez. A kettes pontban az előterjesztő azt mondja a módosítóban, hogy az egészségbiztosító záró ellenőrzést végezhet, amint valamilyen szerződés megszűnik valamelyik szolgáltatónál. Mi azt gondoljuk, hogy ez így meglehetősen szubjektív megítélés alá eshet, hogy végezhet, és a módosító javaslatunkban egy olyan javaslatot teszünk, hogy bizonyos értékhatár fölött kötelező legyen ezt az ellenőrzést elvégezni. Ezt a bizottságban nem támogatták, illetve az előterjesztő sem támogatta, mégis megfontolásra javasolnám. A 5-től 20-as ajánlási pontokig tengernyi apró módosítást adtunk be a népegészségügyi, egészségnevelési, egészségmegőrzési definíciókkal kapcsolatban. Ezekre nem térnék ki külön-külön a késői időpontra tekintettel. Néhányat befogadott az előterjesztő és a bizottság is megszavazott, néhányhoz pedig kapcsolódó módosító indítványt adtunk be, és reméljük, hogy ezeknek is hasonló lesz a sorsa. Ami viszont fontos a 31-es ajánlási pontban, a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot érinti a módosító indítvány, és egyéb ilyen módosító indítványokat is adtak be szocialista képviselőtársak például. Megítélésünk szerint nem lenne szabad a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot megszüntetni és beszántani. Ugye a részletes indoklás is arról szól, hogy itt a felülvizsgálatról és az átszabásról lenne szó. Ugye ez mégsem ugyanazt jelenti, mint a megszüntetés. Én azt gondolom, hogy egy modern demokráciában szükség van egy ilyen típusú testületre, hogy a kormány megfelelő szervei sok inputot kaphassanak a törvényalkotási munkában a különböző egészségügyi érdekcsoportoktól és különböző szervezetektől. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perccel megadom a szót Puskás Sándor képviselő úrnak. Puskás Tivadar, bocsánat. Köszönöm a szót, elnök úr. A 17-eshez és a 31-eshez szeretnék hozzászólni és egyben reagálni is. Erre a 17-esre szerintem egy nagyon fontos dolgot említ a 17-es módosító javaslat, ugyanis az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének szükségességét hangsúlyozza a feltételek meg a lehetőségek mellett, és ez szerintem a felelősség mindkét oldalról történő lényeges voltát hangsúlyozza. A másik, a 31-es, a NET megszüntetésével kapcsolatosan arról tárgyaltunk és arról beszéltünk, hogy a jogszabályi környezetben az idő e fölött, a konstrukció fölött eljárt, de mindenképpen valamiféle betegfórumra, szakmai kollégiumokra és valamiféle olyan ernyőszervezetre van szükség, ami ennek a funkcióját betölti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Kis Sándor képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát a 24-es ajánlási ponthoz és a 29-eshez szeretnék most hozzászólni. Tehát a 24-esben azt szerettük volna javasolni, hogy az oktatási intézményekben is alapvetően az általános iskolákban tapasztalható pedagógusok által jelzett problémára szeretnénk valami megoldást találni, ahol egyszerűen az a pedagógus dilemmája, hogy most fázzon, vagy pedig azokat a szagokat tűrje el az órán, amiket el kell tűrnie. Tehát úgy gondoljuk, hogy bizonyos alapvető higiéniai normákat be kellene tartatni a tanulókkal, és hogyha erre nem képesek, akkor valamilyen módon segíteni őket. Ezt azért bátorkodtam bevenni ebbe a javaslatba, mert ugye hát a külső élősködők elleni
fellépést eltűrni kötelesek az érintett személyek. A 29-es ajánlási pontban a magisztrális alapanyagokkal való ellátására szerettem volna felhívni a kormányzat figyelmét, de ők úgy gondolták, hogy ez túlterjeszkedő, vagy pedig ezt egy másik törvényben kellene szabályozni. Én úgy gondolom, hogy ha a személyi jog kérdését lehetett ebben a törvényjavaslatban szabályozni, akkor szerintem ezt a kérdést is lehetett volna simán belevenni ebbe a törvényjavaslatba, de hát ezt nem támogatta az előterjesztő. Köszönöm szépen, Attibéba majd utólag. Köszönöm, képviselő úr. A következő hozzászóló Nyenes Géza, Jobbikos képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 23-ashoz, 32-es, 33-as és a 35-öshöz szeretnék hozzászólni. A 23-asban gyakorlatilag a rovarok, rágcsálók kiirtásáról és a madarak távoltartásáról szóló miniszteri rendeletről rendelkezik a jogszabály, és a madarak távoltartása egy nagyváros vagy egy kisváros esetén konkrétan nem a cinkék, rigók és egyebeket, hanem a galambokat jelenti. Azokon a területeken, ahol a galambok elszaporodnak, ott más madár nagyon nem is marad meg, ez látható, még a gellék sem. És a galambok az nagyon sok olyan problémát okoznak, egyrészt nagyon gusztustalan az ürülékük, másrészt bizonyos betegségeket is okozhatnak. És a javasolt távoltartás nem tudjuk másképp értelmezni, mint hogy hessinel tubi, szóval köve, ezt lehet csinálni, semmi mást. És javasoltuk a törvényalkotónak, hogy a távoltartást azt még próbáljuk valamilyen állomány szabályozást, nem tudom most jobb szóval, úgy is mondhatnám, hogy valami antibébi tablettát kellene a galamboknak adni, hogy ne szaporodjanak olyan mértékben, mert máskülönben nem igazán lehet őket a területről tábor tartani. Az általános vitában, illetve a bizottsági szinten is a vitában, ugye arról szól, hogy itt a madarakról van szó, és abban nem csak a galambok értendők, de hát mondom, ez a probléma a városokban eléggé a galambok kapcsán jelentkezik, még csak nem is a verebek, hanem inkább a galambok kapcsán, és hát ebbe próbáltunk javaslatot tenni, hogy erre térjenek ki. A 26-os pontban gyakorlatilag a Magyar Orvosi Kamarát a tagfelvétellel, illetve a tag jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan a jogszabály hatóságát teszi. Na most olyan hatóság, ami egészségügyi dolgozókat, illetve orvosoknak az adatait is nyilván tartja, ez az egészségügyi engedélyezési és közigazgatási hivatal, és a két hatóságnál bizonyos anyagoknak, vagy adatoknak a cseréjére szükség lenne, hiszen amúgy is van egy szabály, hogy az államigazgatásban szereplő hatóságok egyike nem kérhet olyan adatot a ügyféltől, amely egy másik hatóság birtokában van, és praktikusnak látszik, hogy a két hatóság között legyen. A jogszabály maga eredetileg csak az ELK számára azt írja elő, hogy a társadalombiztosításnak, tehát az OEP-nek adjon bizonyos időközönként adatokat, és ezt feltétlenül érdemes lenne kiterjeszteni a kamara és az ELKH közé is. A további javaslatunk, illetve észrevételem, egy nagyon fontos problémához nyúlt hozzá a jogszabály, nevezetesen a egészségügyi életet ellátó egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan. Sok problémát jelentett, hogy a jogszabálynak az értelmezése, főleg a jogalkalmazók, ezen belül elsősorban a munkáltatók által, hát meglehetősen szabatos volt, aminek az volt a következménye sok esetben, és ezt a tervezet igyekszik nagyszerűen kiküszöbölni, hogy az úgynevezett ügyeletet követő kötelező pihenőidőt, amit egy jogszabály előírása alapján kellett a
munkaadónak kiadni, illetve a munkavállalónak kivenni. Ezt a pihenő időt a munkáltatók legnagyobb része, mint egy kvázi munkaidő adósságként a munkavállalóktól úgymond elvette, azaz nem fizette ki, illetve a bérükről inkább még le is vonta, vagy ledolgoztatta. És olyan furcsa helyzetek alakultak ki, ebből kifolyólag, hogy egy olyan munkavállaló, aki mondjuk egy héten ügyelettel együtt 72 órát dolgozott, annak azt mondták, hogy te még tartozol 8 órával a ügyeletet követő napi pihenő időtartamával, ami egy műszaknak a terjedelmével terjed ki értelemszerűen. Tehát akkor neked 80 órát kell dolgoznod egy héten, és akkor vagyunk korrekt elszámolásban. És nagyon sok kollégám, egy szakszereti vonalról tudom, nagyon sok olyan ügyeleti díjpert is kezdeményeztünk munkáltatók ellen, ahol azt vette észre az orvos csak mint jelenség, hogy ugyanannyit ügyel, vagy még többet, és a jövedelme pedig egyre kevesebb lesz, noha nem csökkent az alapbére sem. És akkor ezeknek a felderítése kapcsán jutottunk el arra, hogy a munkáltatók ilyen formában, ez volt az egyes probléma, a legfontosabb probléma, hogy így csökkentik a bérüket. Ezt a jogszabálytervezet, ez dicséretére válik, ezt igyekszik kiküszöbölni. Van egy másik probléma is, szintén a munkajogok területén, nevezetesen az uniós direktíva bevezetése óta Magyarországon módosított, illetve kialakított 2003-84-es törvény behozta az úgynevezett önként vállalt munkának a fogalmát, ami, ja, elnézést kérek, akkor most befejezem, és legfeljebb úgy mondjam, elnézést. Köszönöm szépen, megadom a szót Göndör István, MSZP-s képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Összesen két indítványról szeretnék beszélni. Az egyik az első, amely a törvényjavaslat első paragrafusában a 20. paragrafus új negyedik bekezdése való kiegészítését javasolja. Ahogy körülnéztem a terembe, most már majdnem többségben vannak az orvosok, és mi, akik nem orvosként, de szeretnénk kérni, hogy mérlegeljék, mi elfogadjuk azt, hogy a keresőképtelen biztosítottnak valamilyen többletjogosítványt akar adni az előterjesztő, de az a meggyőződésünk, hogy ez, ami itt ebbe a négyes bekezdésbe van, ez beteg és beteg között, és beteg és orvos között hihetetlenül sok konfliktust fog okozni, mert ez egy erősen szubjektív kérdés. Tehát nehéz belekapaszkodni abba, hogy ki miért igen, és miért nem. Tehát mikor van előbb, és mikor kell várakoznia. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mivel nem tudunk jobb megoldást, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy egyetértünk azzal, hogy a keresőképtelneket akarják támogatni, de nem tudunk jobb megoldást, ezt így ne alkalmazzuk. Kérem, hogy fontolják meg, lehet, hogy az Egészségügyi Bizottságban ehhez sikerül egy kapcsolódó módosító indítványt benyújtani. A második, ez már csak egy tőmondat, amit Szilágyi képviselő úr is említett, hogy akár a 30-as vagy a 31-es, amely szerint a Nemzeti Egészségügyi Tanács intézménye még megmaradna. Kérem, ezt fontolják meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre szót kér Horváth Zsolt képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót. Képviselő úr, értem én az ön aggodalmát, de higgy el, hogy az orvos szakmának elég szigorú szabályai vannak a tekintetben, hogy milyen esetek vannak a várólistánál, amikor az állapot súlyosságától függően a beteget mindenképpen soron kívül ellátják. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor keresőképtelenséget okozhat egy betegségnek az ellátása, és várólistára kerül. Ebben az esetben, ha az egészségi állapota nem indokolja a sürgősséget, azt gondolom, az egy jogos elvárás, minden járulék fizető jogos elvárása, hogy először a keresőképtelenséget szüntessük meg, és így megtakarításokat eszközöljünk, sőt, további járulékfizetést hozzunk létre. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen logikus és világos rendszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perce Göndör István képviselő úrat illeti a szó. Köszönöm szépen, képviselő úr. Én megértem, csak én azt gondolom, hogy én többet ültem
előszobába, és várakoztam, mint ön, aki az ajtón belül van. És én erre föl mondom azt, hogy ha az, ami eme bekezdés alapján az orvosi rendelő előszobájában lejátszódik, az szerintem sem önök, sem mi leendő ellátottak nem akarhatjuk, és nem kívánjuk. Tehát én vizionálom azt, hát most is, ha csak egy receptírásból már konfliktus van a rendelőbe, ha pedig itt lesz valaki, aki azt mondja, azért, mert én keresőképtelen vagyok, nekem erről papírom van. Szóval én azt mondom, hogy indokolatlan konfliktusok lesznek, amit nem fognak tudni az orvosok kezelni. A végcél az orvos lesz, aki belül van az ajtó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gyenes Géza képviselőt illeti a szó, 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tehát ott folytatom, ahol abba hagytam, hogy a másik probléma az egészségügyi munkajog területén az ügyeletekkel kapcsolatosan az volt, hogy az uniós direktíva bevezetését követően az önkéntes munkavállalás mint fogalom bejött, ugyanis a korábbi időszakban a munkáltató elrendelte a munkavállalónak az ügyeletet, egy hónapban ahányszor akarta és gondolta, akkor még napi pihenőidőt sem kellett adni az ügyelet után, és nem volt korlátozva ez a joga. Az uniós direktíva és a kapcsolódó magyar jogszabályok a munkaadónak a rendelkezési jogát egy héten átlagoltan 48 órában határozzák meg. Tehát az e fölötti munkavégzések, egy ügyeleti beosztást csinál egy hónapban munkáltató, és hogyha minősítjük ezeket az órákat, akkor a 48 óra feletti időszak, ha átlagolom is, az már egy önkéntes időszakra esik. Az önkéntes munkavállalásnak nem az a lényeg, hogy azt akarom, önként vállalom, akarom, nem akarom vállalni. Az orvosaink ezt megcsinálták, vállalták, hanem az elszámolása ennek a munkavégzésnek nem volt jól értelmezhető. Ugyanis maga a jogszabály kimondja a most módosított 84-es törvény, hogy tehát pontosan arról szól, hogy kimondja a jogszabály, a 84-es törvény, hogy a minősítést el kell végezni, de a minősítés hogyan jár, semmiféle utalást nem tartalmaz, és ez volt nehezen értelmezhető, és általában az értelmezések mindig úgy történtek, hogy ezek az önkéntes órák eltűntek a rendszerből, és a munkaidő keret végén a munkáltató megállapította az órák nagyobb részéről, hogy itt nem volt önkéntes munkavégzés, vagy sokkal kevesebbet állapított meg, mert nem volt az a módszer megadva, hogy hogyan kell megállapítani egy beosztott munkaidőben, hogy melyik tartozik az önkéntes óra számba, illetve melyik a munkáltató által elrendelhető. Most ennek az eligazodásában azért lett volna fontos, hogy a jogszabály egy kicsit ezt is segítse, mert nem csak arról szólt a történet, hogy a kevesebb önkéntes órából kevesebb ügyeleti díszületet, hiszen aki mondjuk nem ismeri ezt a jogszabályt, annak megmondom, hogy az elrendelt munkavégzés és az önkéntes munkavégzésnek törvény szerint más a tarifája értelemszerűen. 50%-kal magasabb az önkéntes munkavégzés. Na most, hogyha ezt nem jól számolom el, akkor természetesen kevesebb ügyeleti díjat kap a munkavállaló, de ez volt a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy ez a 2004. május 1-től úgy hatályos ez a jogszabály, erre vonatkozóan, hogy az önkéntes munkavégzés a szolgálati időt is képez, ami eddig nem számított annak az ügyeletbe végzett tevékenységet, valami furcsa módon. A rendőröknél, katonáknál, tűzoltóknál ezért tudtak elmenni idő előtt nyugdíjba. Mi nem akartunk elmenni idő előtt nyugdíjba, de hogy az itt elvégzett munkánk egyszerűen ne számítson be a szolgálati időbe, ez érdekes volt. No, ezen változtatott 2004. május 1-ével a 2003. évi 84-es törvény, és kimondta, hogy az önkéntes munkaórák azok szolgálati időt képeznek. Na most a probléma az volt, hogyha ennek az elszámolása nem volt korrekt, nem volt mihez köthető, nem volt meg a minta, szubjektív volt az értékelése, akkor így az önkéntes órák a szolgálati idő szempontjából is elvesztek. Na most egy olyan munkaerő helyzetben, ami Magyarországon van az egészségügyben, hogy alig van
munkavállalók. A munkakörülmények is nagyon rosszak, nem csak a bérek emiatt is mennek ki Nyugat-Európában, tehát nem csak a bérek miatt, hanem a munkakörülmények is, a túlterheltség miatt is. Tehát egy ilyen időszakban nem tisztességesen elszámolni a túlmunkát, megrövidíteni a dolgozót bérben is, munkadíjazásban, illetve megrövidíteni szolgálati időben is, ez nem egy tisztességes eljárás, ezért hát ennek a jogszabálynak a módosító javaslatában javasoltuk a kormányzatnak és bizottsági szinten, meg is állapodtunk, hogy egy kapcsolódó módosítóval talán ezen a kérdésen is lehet rendezni, hogy ez a jogszabály most egyszerre ne csak a pihenőidő kompenzációját rendezze le, hanem ezt is rendezze. Nem tudom, azt hiszem, most befejezem, és akkor még egy... Van még egy perc, tessék. 6 perces idő kellett. Igen. No, az utolsó probléma, amit szintén ennek a jogszabálynak rendezni kéne, nevezetesen az, hogy a pihenőnapon végzett ügyeleteknél nem csak az a kérdés, hogy az ügyeleti díjat ilyenkor, ugye a jogszabály is megállapítja, hogy egy pihenőnapi ügyeleten, mondjuk az ügyeleti díj minimum az az alapér, a órabér 80%-a, ha ez önkéntes, akkor ennek még 50%-a emelt volta, hanem a munkatörvénykönyv szerint kompenzálni kell azt is, hogyha a pihenő időt, illetve bocsánat, a heti pihenő napon végzett ügyeletet, ez szombaton és vasárnapon értsük az esetek nagyobb részében, lehet ügyeletre igénybe venni a munkavállalót, de akkor vagy vissza kell neki kompenzálni az ügyeleten díjon felett természetesen, vissza kell kompenzálnia az elvett pihenőnapot, mondjuk egy más napon adja ki a pihenőnapot, ez az egyik kompenzációs módszer, de a munkatörvénykönyv megengedi azt, hogy a munkáltató nem tudja kiadni ezt a kompenzációs időt, nem mondjuk kevés az orvosa, tehát egyszerűen nem tudja nélkülözni egy napon sem, ez megengedhető, de akkor viszont kompenzálnia kell úgy, hogy a túlmunkapótlék, ami egyébként a munkatörvénykönyv szerint 50%, az ilyenkor 100%-ra emelendő. Ez azért fontos, lényeges dolog, mert az ilyen hétvégi ügyeleteknél, ahol nem tudta a munkáltató kompenzálni a visszaadott pihenőnappal, ott elmaradt ez a díjazás. Magyarán szólva, hogyha valaki 80%-os alapdíjjal számolt, annak is van túlmunkatartama, hiszen az általán díj úgy jön össze, hogy van egy effektív túlóra, aminek van egy 50%-os pótlék az alapbéren, és van az úgynevezett tétlenséggel töltött idő, ami egyébként munkaidő szintén, de az egy alacsonyabb díjazással megy, a kettő összeadásából jön ki az általánydíj. Ez az, amit a törvény most 70-80-90%-os alapdíjként vesz. Na most, hogyha erre az önkéntesség miatt rájön az 50%, akkor még mindig csak az önkéntes pihenőnapi órát díjaztuk, de nem díjaztuk azt a kompenzációs kényszert, miszerint ha visszaadom a pihenőnapot, akkor elég ez a díj, ha nem adom vissza, nem kompenzálom pihenőnap visszaadásával, akkor viszont ebben az esetben az ügyeleti díjba a túlmunkapótlékot 50%-ról 100%-ra kell emelni. Tehát ez is kimaradt, ez és nagyon sok munkajogi vitát, illetve olyan perekben, ahol ügyeleti díjperek voltak, ott próbáltuk ezt érvényesíteni, és rossz az a jogszabály, amiből nem lehet egyértelműen és nem bírósági beavatkozással lehet egy díjat kifizetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 36. pontjára, valamint a 39-től a 69-ig terjedő pontjaira. Megadom a szót Szilágyi László LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. A 48-ashoz, az 51-eshez és az 59-eshez szeretnék hozzászólni. A 48-as ajánlási pontban egy viharos előéletű módosítom szerepel, ami arról szól, hogy egy háziorvos, hogyha meglátogatja őt egy orvos látogató, akkor meg kell bizonyosodjon arról, hogy a ismertetést végző személy szerepel bizonyos nyilvántartásban, és itt a módosítónk alapján
kivennénk azt a részt, hogy rögtön be is kell mószerolni az illetőt, hogyha nem szerepel a nyilvántartásban. Örülök, hogy ez végül is megállt. Az 51-es pontban az ismertetési tevékenységgel kapcsolatos esetleges pénzbírságokat szabályozza az előterjesztő, és itt ugye azt mondja, hogy bizonyos esetben 500 millió forintig terjedő pénzbírságot is ki lehet szabni. Mi ezt pontosítottuk egy módosító indítványban az éves nettó árbevételnek 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedjen ez a bizonyos pénzbírság. Ezt tartalmilag befogadta az előterjesztő, de egy kapcsolódó módosító indítványkért ezt természetesen meg is tettük. Az 59. pont is egy súlyos dolgot szabályoz. Ugye arról van szó itt, hogyha egy éven belül két esetben is elmarasztalnak egy vállalkozót reklámfelügyeleti eljárásban, vagy pedig etikai vétségben, akkor vissza lehessen vonni a támogatását az érintett gyógyszer esetében, és már pedig akkor, hogyha létezik 50%-kal magasabb térítési díj ellenében kapható gyógyszer. Mi azt gondoljuk, hogy itt mindenképpen módosítani kell olyan értelemben, hogy itt csak a súlyos sértések miatt lehessen ilyen szankciót alkalmazni, és egy kapcsolódó módosító indítványban megpróbáltunk valamilyen összeghatárt is megjelölni. Úgy gondoljuk, hogy így már elfogadható lesz ez a helye az előterjesztésnek. Köszönöm szépen, többet nem szeretnék most. Köszönöm, képviselő úr. Következő hozzászóló Nagy Kálmán, képviselő úr, Kereszténydemokrata Néppárt. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, a 41-es, 59-es, 60 és 61-es paragrafusról szeretnék hozzászólni. A 41-es paragrafusban a jogalkotó célja az, hogy a gyógyszernek elminősülő gyógyhatású anyagok és készítményeknek a forgalomba tartását szabályozza. Ez egy nagyon fontos paragrafus, bár ezzel még probléma lesz, mert a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények nem jól definiálhatók, és a hatásuk nem értékelhetők egyformán a valóban jól kivizsgált és egy jól definiált gyógyszerrel, de mindenféleképpen előrelépés ebben a körben. Az 59-60-61-es paragrafusból pedig azt emelném ki, hogy várhatóan az elkövetkező időben olyan fokú beáramlása lesz nagyhatású biológiai készítményeknek, amelyeknek a ársáva, tehát az, amibe kerül, lényegesen magasabb, mint a jelenlegi készítményeknek az ára. Éppen ezért ezzel kapcsolatosan mindenféleképpen valamilyen szabályozásnak kellett belépni, amelyik módosítja ezeknek a készítményeknek a forgalmazását, és egyúttal valamilyen fajta határt szab ezeknek a készítményeknek az árának, ugyanakkor nem vonja meg a lehetőséget, hogy ezek a készítmények bejussanak a forgalomba, és a betegekhez eljussanak, és hatékonyságuk révén előnyösen tudják befolyásolni az állapotukat. Összességében a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozások azok példaértékűen próbálják a beteg érdekeit szem előtt tartva szabályozni azokat a lehetőségeket, ahogy a betegek hozzájutnak a gyógyszerekhez, és kifejezetten betegcentrikusak ebben a vonatkozásban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő! Következő hozzászóló Kis Sándor, képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Az ajánlási pont 43-os, vagy a 43-os ajánlási pontban az árkedvezmény meghatározásáról van szó. Hát én szerencsésebbnek tartottam volna a mindenki kifejezést, mert a bárki az lehet egy korcsoport, vagy egy
valamilyen csoport, a mindenki pedig mindenki. Tehát ezt az előterjesztő elutasította, de szerintem mindenképpen ezzel még gondolkodnia kellene, hogy a mindenki kifejezés mindenképpen szerencsésebb. Aztán a 44-es ajánlási pontban a csekély mértéket szerettem volna pontosítani, de ott azt mondták, hogy ez már valahol van pontosítva, hogy mit jelent az a csekély mérték. Nem tudom pontosan, megmondom őszintén, ez hány forintot jelent, de úgy gondolom, hogy egy 10 vagy akár még 20 ezer forint sem lenne csekély mérték, hiszen azt a reklámajándékot, vagy nevezzük bárminek, azt a gyógyászati tevékenységet,